Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a Y-Lensből jelentkezem, ahol is éhezem, ahogy kell, de már oldjuk is a problémát megfele. Ugye, ahogy ígértem az előző részben, most neki fogunk veselkedni a vitorlagyártásnak, amihez hát szövet kell, a szövet az szerintem otthon van, nincs itt nekem szövetem. Belevetjük magunkat a otthoni dolgokba. Készült a popcorn is biztos otthon. Ennyi vaddisznó van még mindig. Persze mondjuk nem vadászgattam őket, ott vannak a farkasok is, oda nézzetek. Nem is egy, egy, kettő, három, négy. Őket jobb elkerülni. Nem tudom, a farkasok például bántják-e a vaddisznókat, vagy a többieket. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Még kell kukorica, úgy. Úgy. Vissza, többi ide. Kell ilyen, meg kell ilyen. Lehet, hogy két ilyen kemencét beüzemelünk majd a hajón, bár annyira nem fontos, hogy ilyen nagyipari dolgok menjenek igazából. Na nézzük meg, hogy hogy is állunk nyersanyagügyileg. Még mi kell egyáltalán egy vitorlához? Ez is egy fontos kérdés. Várjunk csak, ezt a tűt, ezt ki kéne raknom, nem tudom hova. Vannak itt dolgaim egyébként, ide kirakjuk a tűt, ez teljesen fölösleges, hogy nálam legyen. Ebbe viszont berakjuk a tik-tik-tik-tik ezt. Ez is fölösleges. Ebbe van még egyébként valami... hát itt vannak még nyersanyagok, kérem szépen. Az az alsó volt. Ezt is nézzük meg. Ott vannak a sok szövetem. Ott meg nem tudom mi ez, grass, meg egyebek. Jó, jó, hát azért nem állunk rosszul, na. Azért még van mit a tejbe aprítani. Ebbe lehet pakolni, vagy ez csak fölvevős. Ja. Jó. Itt semmi extra. Itt semmi extra. Itt is tudok értsen. Jó. A felsőben vannak dolgok, de nem olyan vészesek. Jó, ez viszont elkészült, nem ez készült, az viszont nem készült, de ebbe rakok izét. Megfideljük, meg begyújtjuk, és akkor elkészül az a 3-4 vasam is legalább. Ez már biztos elkészült. Magamhoz veszem a kukoricát, ezt kinyitjuk, finish. Ezt meg telepakoljuk, hadd készüljenek ezek is. Maradt még 4, majd hozok még ilyet. Popcorn az megjöhet, az lesz a jövőbeni kajánk. Itt is rakom valahova ide, ja. 4-et meg itt hagyjuk, hogy... Oké. Jó, hát vannak itt ilyen építő anyagok, amikből valamit majd később tudunk csinálni, nem tudom még mit, de valamit. De sosem elkészül. Jó. Akkor nézzük ezt a vitorla témát. Ez a járműveknél lesz a craftingban. Valahol. Car front mask. Mik vannak, látjátok? Itt van egy large vitorla. Kell hozzá 4 log, 10 ilyen nyavaja, egy olyan, meg egy csomó kötő. Jó. Ezek nem vészesek. Ez mi ez? Ja, ez valami más. Ilyen cérna, meg ilyesmi kéne még lehet. Egy van, de akkor ebből ezek szerint 4 kéne. Ja, 4 kéne. Meg kell 10. A piciből, abból mennyi kell? Abból meg 5. Jó. Egy, a két nagy. Hát akkor mindenképpen 4 ilyen cérna cucc kell. Hát kötőt az gyártunk sokat, hát most kötőm az van, az grassból van. Rope. Egyet csinál, hát. 10. Hát figyelj, azt gyárts nekem, az jó így.
Oké, megcsináltuk mindet. Lett egy csomó kötőnk, 52. Az jó. Ebből a kitből kell... Mi a neve? Savinkit. Savinkit. Tű. Egy tű, egy olyan. Ebből 4 kell, tehát azt jelenti, hogy 4 ilyen masnis nyavaját magamhoz kell vegyek. Jó. Az maradék grászt ide beletesszük. Tűt azt ide raktam valahova. Hát mindig azt nyitom ki, úgy néz ki. Akkor nézzünk rá az alsóra. Így, így, itt van a tűm. A széna kazalban. Milyen neve neked? Wooden Needle. Ebből kell... Kettő... Ja, hogy abból ilyen sokat csinál alapból. Ja, 3-at. Akkor nem csinált sokat belőle. Akkor még egyet, így. Jó. Jó, és akkor ebből kéne 1, 2, 3. Nincs elég hely, de lepotyogtak, jó. El kéne pakolni. Az ilyen soha fel nem használatos holmikat ide lerakom addig. Ez is olyan. Szerintem ő is olyan, hogy elfekvő, meg ő is. Ilyen egyedi dolgok ezek. Szerintem ő is az. Wooden block. Ő még jó lehet. Jó. Titeket fölveszünk, tik, tik és tik. És akkor van nálam 18 gerenda. Meg éhes is vagyok, de a popcorntól jól fogok lakni egyszerre szerintem. Így van. És akkor megnézzük még egyszer a járműveknél a vitorlámat. Ja, még a szövetet kell magamhoz venni. Valamelyik ládikóba. Nem abban van. Ebben van. 10 és 20 szövet. Na, ott egy tűn, várjál. Tűt ezt ide belerakjuk ebbe. Az nem is kell. A 4 izé megvan. Akkor még egy izét magammal viszek. Még egy ilyen szövetet, hogy meglegyen minden. És akkor így már elvileg minden adott ahhoz, hogy vitorlátság, vagy nincs, nincs. Mi kell ehhez? Log blokkel. 4 log blokkel. Aha. So, ahó, értem már. Az nem egyszerű. Ja, mondjuk egy kicsit lehet, hogy kell írtanom erdőt, mert az azt jelenti, hogy 3, 6, 9, 12 darab. Egyet már tudok csinálni mondjuk. Csinálunk log blokkot. Log blokk. 8 kell hozzá? Az igen. 1, 2, aztán ennyi. Jó. Azt nem esett le, valahol itt van, nem? Itt a logblokk, jó. Akkor kivágunk egy kis fát megint, egy nem is kicsit. Még itt a szélén 1-2-t. Egyelőre ezt mondjuk. Ebből lesz az első számú vitorlánk. Az ömét nem fogom tudni felhasználni. Azt már most látom, mert ez beleesett a vízbe frankon. Mindegy, talán az öme az ide marad a partra, meglátjuk. Összeszedek mindent, amit tudok, aztán majd végén meglátjuk téged. Megvan, összeszedték, szuper. Menjünk a vízbe is gyűjtögetni. Hát amit tudok. Ennyit tudok összeszedni. Lett nálam 26, akkor abból még tudok 2 log blokkot csinálni. 1, 2. Jó, ebből már kijön a vitorla. Csak valamit kéne csinálnom a valamivel, hogy eférjek. De mi az, amit ki tudok dobni a retegbe? Nem is kell kidobnom semmi. Ez mi ez? Jó, hogy ez is leesett. Mert log blokkal mi a baj? Itt van egy log blokk. Ez 2-t lehet csak tárolni egyszerre. Az király egyébként, ha ez így van. Oké, lerakjuk a építőkockámat, ezt is.
Ezeket mind lerakjuk ide, és akkor, biztos elférek majd. Hát a deszkám maradhat jó, így. Logblock, logblock. Hát nagyon benéztem. És melyik logblock kell nekem? Ó, te jó ég. Szerintem rossz logblockot csináltam. Ja, ez a rövidebb kell. Na, akkor ez. Ebből még mérkek 12, ez meg csak egyszer 12. Ja, jó. Na, így jó. Most így ezt elfogyott mindenem egyébként, de így meg vagyunk. Azt mondja, hogy árbóc, hót sötét lesz, vagy még nem? Talán még nem. Talán még le tudom helyezni. Föl kell mennem a fedélzetre, mert csak úgy tudom lehelyezni. Crafting, járművek és large izé cucc. Oké. Okay. Na itt is van a srác. El kell forgatnom. Így. Így most jó. Oké. Okay. Na, milyen ez? Szerintem menő. Nagyon is jól néz ki. Oké. Okay. Nagyon is jól néz ki. A kérdés, hogy a következőt hova kéne majd rakni. Ezt megnézzük a távoli szikláról. Valahova az első fedélzetre, az első emeletre, nem a földszintre, hogy a földszintre nevezem a legelsőjét. De ez jó, ez nagyjából centerben van, ez a vitorla. De kívánkozik rá még egy nagy vitorla az első fedélzetre. Annak is jól a szélére szerintem. Oda rakunk egy nagyot. Ott lesz egy nagy, akkor ott egy kicsi, meg elől egy kicsi. Ja, valahogy így. A másik megoldás, hogy oda előre raknám, de oda nem annyira illik, inkább hátrább rakok egy nagyot. Ja. Szerintem úgy jó lesz. Még alszok egyet a kacsán. Ez mit csinál? Ez is alszik. Nézd, már alszik a kecske. Fölébresztettem. Bocsi. Itt alszanak még emberek, állatok? Ja, közel megyek hozzájuk, fölébrednek, de durva. Ezt még nem is teszteltem. Aludj el, kecske. Meg kell én is aludni. A rákocska is fölébred? Aha, az is. Akkor a farkasok azért támadtak meg. Most már értem. Még jogos. Az ember fölébresztik, az állatot is fel fölébresztik, az jogos, hogyha mérges. Wake up és együnk egy kis popcornt reggelire. Szia kecske, gyere, szállj be, elviszlek. Téged is. Mondjuk ilyeneket nem tudom, hogy tudok szállítani, de vagy lehet, hogy rá lehet gyógyítani az oldalára is ilyen hordozó holmikat. Ide lehet még pattintani egy árbócot ide a tövébe, és oda el is fér egyébként, és lehet, hogy oda is fogom rakni. Ilyen szempontból mondjuk előbbre is rakhattam volna ezt a dolgot, de nem lesz ez így rossz, mert itt hátul már csak egy pici vitorlát fogok tartani, de ide még rakunk egy nagyot, ide elfér bőven. Amihez ugye orbitális mennyiségű blokk kell megint. Megyünk gyártani. Az azt jelenti, hogy ki kell vágnom megint fákat. Na azért így már jobban néz ki a hajó, hogy van vitorlája, nem? És még egy nagy vitorlá, az lesz a legmagasabb pontja neki. Jó lesz ez. Jó lesz ez, jó lesz ez, kérem szépen. Vágjunk fát. Hadd dőljenek ezek a fák. Csak annyira vágom ki, amennyire kell. Jó. Remélem ebből a logból kijön, amit itt összekotorok. Gyors, ezt bemelem itt a kis gombocskámat. Felszedtem még a kagylót is, de azt nem akartam, az nem tudom mi volt. Szia nyuszi, itt aludtál, bocsi. Nem piszkállak ám, csak én itt dolgozgatok. Felszedem minden is a dolgaimat. Itt is van egy pár darab. Talán Cáp Peti nem jön errefele. Te pakolászok addig az alsóba, azt hiszem ide. Hát ide is lehet végig is mindegy. Berakjuk ezt. Berakjuk ezt. Hát a kagylót is már felszedtem.
az maradhat. Jó, most már maradhatnak ezek a dolgaim. 28 rönköt sikerült összeszednem. Hát ez nem túl vastag szerintem. Nézzük meg akkor a logblokkomat, ami ez. Abból tudok csinálni 3-at. Úgy, és akkor még ki kell vágnom egy fát, ahhoz, hogy én legyek a legkirályabb favágó itt a környéke. Megoldjuk, nem probléma. Tessék eldőlni, kedves fa, így van, esél rám. Ez is beleesik a vízbe. Na mindegy. Az öme az itt lesz a parton. Az egész itt van a parton, jó. Összeszedjük, aztán ebből is kijön egy vitorla. Tutira. Igazából, hogyha ezzel meg vagyok, akkor már olyan orbitális mennyiségű flux meg izé nem nagyon kell szerintem. Akkor egész jól meg vagyok már. Logblokk 1. 1, de igazából mehetünk. Nem, egyet csinálunk csak, mert nem tudom, hogy a picikhez kell, és most csak egy ilyen nagy vitorla kell, elvileg. Itt a nagy vitorla, large vitorla, oké. Na, ezt kéne ide bepattintanom valahova. Hogy is van ez? Fordítsuk csak el. Azt mondja F. Jól van most. Aha, ide így kéne beraknom ide. Ha így. Hátrébb. Nem tud menni, ez a max. De tökéletes egyébként, itt jól néz ki. Jól néz ki, ez pont mondjuk elém fogja lenyomni a vitorlát, tehát semmit nem fog látni itt elvileg. Ezen a felső szinten, gondolom. Nem tudom, meddig jön le a vitorla. Mondom, addig a vonalig. Hol a vonal itt? Ott a vonal. Vonal, mondom. Hát, szoszó, nem tudom, hol legyen a kormány egyébként. Mert ezt kitakarja frankón itt. De mondjuk így néz ki jól, mindjárt meg is nézzük kintről. Megint egy kicsit távolabbról, közben flammolunk egy picit. Alakul. Most két picit még rápattintunk. Jaj, de jól néz ki. Igazi kis fregat lesz ez. Még a scout feliratot kell rápattintanom valahogy, hogy jól nézzen. Jó lesz ez, jó lesz ez. Előre rakunk egészen hátra vagy hátra középre egyet, meg előre oda még lepattintunk egyet. Aztán nem fog látni sokat. De talán, hogyha eltávolodok a hajótól, akkor látok. Nem tudom. Azon a vitorlán nehéz átlátni, mondjuk. Na nézzük a kis vitorla, mibe kerül. Small vitorla, ezt meg is tudom csinálni, oda néz. Ó, de király, ezt már rakjuk is le egyből. Mind a kettőt meg tudom csinálni. Menet, kész lesz a hajó, el se hiszem. Onnantól kezdve már csak egy-két ilyen kis apróság van, hogy utána berakjuk az ablakokat. Az belefér, még beleférhet ebbe az epizódba. Ezt valahova ide kéne, az elsőt. Azt mondja, hogy crafting, pici izé vitorla, pici vitorla, így. Ja, ez valahogy így lenne jó. Ennek a közepe tájára, nem? Valahogy itt lenne a holmi, vagy ide? Ez így nagyon, nagyon közel van, nem? Nagyon közel van, ez hátrébb kell mindenképp. Hát, ide tudom csak lerakni. De hol ennek a közepe? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Nem akarom elszúrni egyébként, valahol itt van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van arra fele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, így itt a közepe, igen. Most az a kérdés, hogy hova tegyem ezt. Valahol ide. Ja. Meg egyet ide előre is kell. Ennek a közepe az
az pontosan ez a kettő a közepe. Aha. Az azt jelenti, hogy ha itt kérek még egy ilyen vitorlát, és kiléptem a... és kellett lépni a játékból, akkor... Craft... Várja. A közepe az úgy van, hogy a lépcső széle plusz még két lépcsőnyi, tehát nem így, hanem így kell elhelyeznem, és ott legyen helyem azért. Jó, és akkor csak az a kérdés, hogy ez jól van-e, de nincs, így kell lennie. Oké, szerintem valahogy így kell ezt elhelyeznem, kb. Egy ennyire így. Itt a közepen így. Szerintem jól van. 2, 4, 6 így. Aha, így. Jó, az arra felnéz, az is. Egyébként jól néz ki. Megnézzük ezt távolról. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Eszek egy kicsit. Na, aztán futás. Ez a full vitorla. És ez azért, hát ha számít, hogy hányat rak föl rá az ember, akkor ennek azért már húznia kell. Jó, nagyon jó. Hú, jó az elosztás, már most így fél sanda szemmel rátekintve sem olyan rossz az eloszlása a vitorláknak. Jó lett. Na, hát ez lenne akkor a végkifejlete a kis hajómnak, és hát nem tuti, de lehet, hogy oda előre rakjuk a kormányt, mert nem ott szokott lenni az igaz a hajókon, de nem fog kilátni a vitorláktól, vagy nem tudom, hogy... Egyelőre hátra rakjuk, szét lehet verni szerencsére a vitorlát is, vagy a kormányt is, de azért, ja. Ilyet tudok csinálni? Pól. Kell csinálni egy pólt. Így, és akkor tudok csinálni egy ilyen horgony leengedőt, meg egy kormányt is pattintunk a hajóra. Legyen az is meg. A horgony leengedőt szóval ide gondoltam. Hol is van? Ez az. Craft. Lehet itt is, meg elferdítve. Hogy néz ki az elferdítve? Középre lehet rakni? Lehet. Legyen így, kevesebb helyet foglal. Ja. Most lent van? Igen. Most fent van, akkor engedjük le, az a biztos. Oké. És akkor a kormány az pedig fönt lészen. Egyelőre ide rakjuk, aztán majd meglátjuk, mi lesz a sorsa. Crafting. És még mindig meg tudjuk csinálni, ehhez is megfelelő mennyiségű holmink van, jó. Jó, az ott. Nagyon menő. Itt oldalt el lehet kormányozni a hajót. Ez az árbóc, ez meg nem tudom. Kicsit ki fogja takarni a látószögemet. Nem is kicsit. De egy oldalra elnézve mellette biztos tudom irányítani a hajót valamennyire. Ha nagyon gáz lesz, akkor majd előre rakjuk mi a francot, előre rakjuk a kormányt felőlem. Itt is lehet a kormány elől, és akkor totálisan tisztán látok majd. De mondjuk igazából ott hátul szokott lenni, tehát az a korrekt. Na, akkor ki kell találnom még az ablakokat, főleg az első szinten, azt még meg kéne ejtenünk. Hova raktam a bútoraimat? Nem is a bútoraimat, hanem azokat az elemeket, amiket építgetni tudok. Ez nem itt van? Itt vannak mi. Ezt... Szerintem ezeket is ide berakjuk. Ezt nem lehet stackelni, nem? Nem is értem, ez nem is használtam ezeket elé. Látjátok? Ó. Oh. Kocka. Nem tudom, ez milyen blokk. Ez sem. Ezeket viszem mind jól jöhetnek. Még van valamennyi rönköm is. Hát nem túl sok. Egy fát kivágunk. Meg fogok szorulni. Azt tuti. Mondjuk ezt. Szerencsére következetesen nincsenek erre farkasok. Azok tényleg csak azon a területen, ahol a biomjuk leledzik.
Mik azok a fák ott, olyan furcsa vékony fák vannak? Hol a fám? Hova dőltél? Ide. Ó, te jó ég, hát ezt nem fogom tudni kivágni normálisan. Fel a fa tetején maradt a tuti. Jó, itt vannak ilyen dolgok, ezeket összekapkodjuk. Oda is esett még rönköm, nem? Ennyi rönk az elég lesz ilyen indulásnak bőven. Ehhez a projekthez, hogy megcsináljam az ablakokat, szerintem nem kell több. Szögem is van még, annyi, amennyi kell. Ja, amennyivel jobban néz ki vitorlákkal a hajó. Igazi hajó formája lett. Arra a kis kosárba föl lehet menni valahogy? Nem nagyon mi. Milyen jó lenne pedig a kis kosárba fölmenni. Csak a hajó elejére tudok menni. Na ez megint kockázatos, ha mondjuk úton vagyunk. Úton vagyunk, és mondjuk innen beleesek csúcssebességgel. Hát a hajomnak annak sapka az elmegy a éterbe. És kár lenne érte egyébként. Most megcsinálom az ablakokat, aztán kint majd Windowsba csinálok róla egy ilyen nagy mentést, mert az kelleni fog mindenképpen. Nehogy valami malőr történjen itt, ezt elvesztenek a dolgaim. Most melyik a... Ez kell nekem főleg a 8-as. F. R. F, R. R. Nem? J. J, az jó lesz, jó. Fölfele, fölfele, nem. Fölfele, 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 így. Oda rakunk egy ilyet. Kihagyunk kettőt, hármat mondjuk. Hogy legyen kettő, hát... Kimaradhat kettő is felőlem. Ez így jól néz ki, legyen így. Azt mondja, kettesével hagyjuk itt az ablakokat, jó. Jó, nekem ez így tetszik egyébként. Egy, kettő. Oké. Okay. Nagyon jó. Akkor ide kell 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ablak kell ide. Hűha, abból sok wind... Ja, nem így kell keresnem, hanem itt. Mi kell? Szög, meg gajacska. Csináld meg mindet. Miből van kevés, hogyha ezt kell csinálnom? Hogy valami tönkre ment. Já, ez ment tönkre. Ripér. Na mindegy, 13 van ezzel. Be tudok egy-két dolgot. Ja, nincs annyim. Oké, mindegy. Ez királyablak lett. Berakjuk ablakokat, ügyesen, okosan. Ez is oda mehet. Hangulatos lesz ez a ház, vagy ez a hajócska. Oda egy dupla ablak. Nagyszerű, el is fogyott. Akkor még megnézzük, milyen Windows, vagy mennyit tudok csinálni. 5-5. Gajak miatt azt mondja, hogy Craft all. El kell mennem gajacskákért. Ami van bőven egyébként. Odahaza is. Meg itt is van, azért szerintem itt is találok még majd. Nagyszerű. Csak ezt a felét, az a biztos. Itt is van egy ablak, ezt csak belülről, az a legtutibb. Egyet oda. Egyet ide. Még kettő van pont. Egyet ide, és egyet ide. Ez mindegy, hogy kívül vagyunk, belül van. Ja, ez nagyjából mindegy. Oké, itt leablakoztam az egészet. Nem, még egy van itt. Jó, elmegyünk Gajér. Gajér elmegyünk, az itt van ebbe szerintem. Valahol, valahol itt van Gaj, itt nincs. Ó, itt van Gaj, jó. Ez így elég lesz. Ó, szögecske, 120 valamennyi, jó. Az is elég talán. Fa.
is talán, oké. Okay. Ja, az nem is kell annyira. Lehet, hogy még azért is tudnék szöget kinyerni. Ez itt készen van, teljesen. Itt mi a helyzet? A budi ablak. Megcsináljuk a budi ablakot is. Azt mondja, hogy Windows 12. Hát számoljunk csak 1, 2, 3, 4, 5 elég. 1, 2, 3, 4, 5. Szerintem 5 elég, de lehet, hogy óvatosan becsültem meg. De mindjárt kiderül. Nagyon jó. Bekerült jó helyre. Egyet oda. Egyet oda. Lemegyünk, ha tudunk. F. Ez is jó lett. Elfogyott, és szerintem mindenhol raktam ablakot. Mindenhol van ablak a hajón. Nagyon menő. Oké. Okay. Megnézzük távolról a végkifejletet, úgyis pont jó az időzítés. Elkészült, szerkezetileg kész van a hajó, azt kell, hogy mondjam. És gyönyörű lett, szerintem gyönyörű lett ez a hajó. Sokat barkácsoltam, úgyhogy biztos elfogult vagyok. Még az elején fogunk faragcsálni, szerintem, és hátulra lehet, hogy csinálunk egy ilyen kis beállót majd idővel, de összességében meg vagyunk vele. Az a beálló azért is jó lehet. Ám az nem kerül a vitorla fölé semmiképpen, de jó lesz az. Gyönyörű. Gyönyörű ez a hajó, nagyon elegáns és jó féle. És meg kell csinálnom rá az összes szerviz cuccot a következőkben majd. Mindenféle kemencét, hogy összkomfortos legyen, a raktereit kell berendeznünk, illetve be kell rendeznünk az egész hajót, ez egy izgalmas rész lesz majd a következőkben, de most egyelőre akkor ennyire jutottunk, szerintem jó lett. Írjátok meg, hogy mi a véleményeteket erről a jószágról, teszünk rá lámpákat, minden nagyon föl fogom cicomázni, meg mindenféle jóval ellátni a hajót, hogy egy úszó kis város legyen, és tudjunk rajta éldegélni, amíg nagyon sokáig is a tengeren vagyunk akkor is. Még valahol ültetőládákat is tervezek rakni. Egy-két kukorica is nőjön itt, hogyha kell. Jó lett, nagyon szuper. Itt lehet ki vagy belépni elvileg az izébe a exit konstrukciós mód. Aha, ott lehet kibelépkedni. Hát talán kibelépkedni, ezt most nem tudom, most nem lépek még ki belőle, ezt most megcsináljuk még, amit meg kell. Aztán fogunk csak kilépni a konstrukciós módból. Elvileg minden van a hajón, amire szükség van, de be is rendezem, mielőtt elindulunk vele valahova is. Ugye áthozom ide a szőnyegeimet, a mindenfélt, itt egy nagyon kis hangulatos belteret akarok varázsolni ezen a részen, tehát később ki is festünk, meg mindenféle ilyen jósággal el fogjuk halmozni ezt a belteret, de egyelőre akkor így leszünk most a zárbócokkal. Jól van, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik a hajó, írjatok innél több dolgot róla a kommentben, hogy mi a véleményetek, én meg jövök vissza hamarosan újabb Y-lenc epizóddal. Legyetek jók, sziasztok!